Éjci Sziszterci apátsággal együtt ünnepelte Szent Benedek születésnapját a Pannonhalmi Főapátság. Szent misével kezdődött az ünnepség a Szent Márton Bazilikában, melyet Dékány Sixtus ociszt celebrált. Szent Benedek atyánk az egy nagyon, nagyon gazdag egyéniség, hogy így mondjam, bárki vagy mindenki találhat az ő személyes életében, élettörténetében, vagy ha tetszik, életművében. Minden évben új ideológiával párosul az ünnep. Idén Egy közös ház címmel fotókiállítás nyílt három művész pillanatképeiből, melyeket az élet és a család ihletett. Egy szófa, egy panelközösség, egy gőzölgő hétköznapi ebéd. Az üzenete nem más, mint egy házban, egy hazában élünk. Én nagyon régóta tervezem, hogy valamilyen formában elkezdeném fényképezni a családot. Igazából ezt már el is kezdtem, karácsonyonként szoktam egy portrésorozatot készíteni róluk, de ez a felkérés, ez a tökéletes apropó volt arra, hogy végre érdemben, neki gyűrközve, csak ennek szentelve időt tudjak dolgozni velük. A szentmisét követően az ünnepély az apátság patinás könyvtárában folytatódott, melyet Winkler Nóra nyitott meg, aki hangsúlyozta a művészet iránti szeretetét és annak mindenki számára való fontosságát. Annyira felemelő és megható volt ott állni a könyvtárban és megnyitni ezt az anyagot, ami szerintem lényegében arról szól, hogy az élet mennyire fontos, és hogy a kicsi mozzanatai, pillanatai mennyi örömöt tudnak adni, hogy önmagában csak a képeket megnézni annyira felemelő, azzal együtt, hogy én állhatom abba a könyvtárba és beszélhetem, ezt nem tudtam feldolgozni, komolyan. Az 1000 éves monostor számtalan programot szervez az év során, mely egy közös elképzelésen és mecenatúra alapján valósul meg. Hangversenyek, konferenciák, lelki gyakorlatok és ma egy kiállítás, mely továbbra is a közösségüket építi és erősíti.